Tessék! Halló! Szevasz Gábor! Szevasz Gábor! Szevasz Laci vagyok! Melyik? Turcsánszki Laci, hát 3 éve! Az esküvő óta nem beszéltük, halló! Itt vagyok! Szevasz, emlékszel rá, nem? Na mi van veled, nyomod még a tűzoltóskodás? Vagy nem, mert önkétes vagy még? Vagy csinálod ezt a takmát, mert én is kicsit rá akarok menni erre? Hát csinálom. És meg vagytok, jó vagytok, minden rendben van azóta is. Meg. Jó van, hál' az Istennek. Na figyeljél, az a baj, hogy nekem egy kicsi problémám van ezzel az egészen, mert mocskosul félek a tűztől még mindig, tudod, de én úgy gondoltam, hogy nem érdekel. Aha. Azt mondta a pszichomókus is, hogy menjek rá, legyek tűzoltó, és hiába félek a tűztől, egy idő után hozzászokok, mint kutya a pórászhoz. Hát meg lehet próbálni, de ígérni semmit nem ígérek. De hogy van, tehát hogy van egy láng, akkor az a mi, de hogyan olyan dolgozott föl ezt az egészet? Mármint, hogyha mondjuk én attól is félreugrok, ha valaki rágyújt mellettem. Tehát elég nehéz, elég komoly para, nem hogy még egy tűzfal, vagy valami robbanás, vagy bármi, hú. De engem nem érdekel, én mikor meglátok ott az esküvőn is, azt mondtam, én ilyen csávó akarok lenni, érted? Bemegyek tűzön minden keresztül, kiadok mindenki, engem nem érdekel. De hát már a félek a tűztől, hogy anyját meg, totál kész vagyok. Na valahogyan csak rá mentél te is féltél, nem mint az állat? Hát én nem féltem tőle, én abszolút nem félek a tűztől. Kicsit se? Nem pusok, egy kicsit meleg, de hát el lehet azt oldani. Ha meleg, nem, kicsit a anyán murkol, mindegy, meg is égetett. Nem gondoltam, hogy ennyire meg... Figyelj, az a lényeg, hogy azt mondja, de hogy amikor ég valami, akkor te hogyan állsz ez a dologhoz hozzá? Mind lelkileg, mind fizikailag, mind sportszakmailag, tehát mi az, ahol meg lehetne ezt közelíteni? Hát mit, nem kell gondolni semmire, hogy megég az ember, meg minden, hanem minél hamarabb eloltja, az kész, ennyi. Ha jó, de nem kell gondolni semmire, hát csak arra tudok gondolni, hogy inkább égen a p***ába minden, de én oda nem megyek. Hát akkor nem tudok mit mondani. Nem tudom, valami segítség már rajtam, mert egyszerűen nem, az egész életem e körül forog, hogy valahogy neki kéne menni, de nem tudok az Istennek se neki menni. Tehát már mindent csináltam, érde, bungee jumping nem érek-e, bármit, kiugrottam repülőből is, kiugrok már mindenhonnan, mert az ugrás, azt rohadtsokat gyakorolom. Hát itt ez végig is adrenalin függő. Hát igen. Mennyire érzed magad komolynak. Ha nem érzed magad, meg hogyha félsz, akkor ne is csináld. Hát én olyan komoly vagyok, de a ég valami nálam komolyabbat nem találsz a környéken, mert mindenki röhög mondjuk, én meg csak nézem komolyan erről, mint a Clint Eastwood, érte szugerálom, de hát nem arról van szó, hanem hogy nem földbe gyökereznek a lábaim, azt égek mind a rejszták, mint azért, mert hogy kellemetlen ez a többiek előtt, mert voltam már ilyen kiképzésen, azt mindenki mentél, meg ott álltam, azt kérdezték, hogy mi van veled, Laci, mi a szarénem, mit? Hát ez az. Tiszta ciki. Tisztázik az egész. Tehát valami, hát nem mondd már, hogy te nem félsz a tűztől egyáltalán. Hát most mit kell tőle félni? Meglátom, hogy mekkora, azt mondom, hogy hú, az meg az kész. Hát mondjuk az elég jó. Akkor lehet, hogy annyit kéne csak csináljak, hogy látom, azt mondom, hú, meg hátra elalszik magától egy jó nagy. Hát mondjuk azért magától alszik el. Akkor, aha. Úgy, de ez jó szerintem, azt hiszem, ja, hogy... Kell segíteni neki, hogy nem menjen tovább. Hát lehet, hogy akkor azt kéne csináljam, nem, hogy ott áll lángol valami, elé állok, azt mondom, meg gyere segítek, hogy elaludjál. Hát mondjuk azért ez nem így működik. Na mindegy, figyelj Lacikám, én csak annyit szeretnék mondani, hogy még egyszer boldog házassági évfordulót kívánok, ugyanis Lajosné, Kulger Szilvi, a drága feleséged rendelte meg ezt az átverést, ez a Music FM, és én Mogás Dániel vagyok. Azt gondoltam, de egyébként tűztől meg nem kell fosni. Ja, jó. Oké. Úgyhogy jó, köszönöm azért szépen.